Folytatjuk is a Spektrum Home magazin műsorát, és már itt is van velünk Méhé Zsuzsa, állandó vendégünk, az utazási szakértőnk, és hoztad magaddal dr. Cservenyák László múzeum igazgatót, a Szatmári Múzeum igazgatóját. Nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket, köszönjük, hogy tegeződhetünk, csak most ismerkedtünk meg. Zsuzsa, te most sugárzol, és én tudom, hogy miért, mert neked azért itt most a szíved csücskéről lesz szó, nem? Ez így van, én Mátészalkán lakom, és alig vártam azt, hogy mikor jön a pillanat, amikor beszélhetünk is róla, vagy lesz olyan alkalom, amikor Cservenyák László urat is meg tudom hívni a műsorba, mert szerintem egyrészt egy kicsit rendhagyó a dolog Mátészalkáról beszélgetni, mint turizmus, mint úti cél. De csak elsőre, így van. Minden út Mátészalkára vezet, nagyjából úgy tűnt. Ez pontosan így van. Nem tudom, tudjátok-e, mi Mátészalkának a szlogenje? A világosság városa, tehát valami ilyesmi, ugye megvolt a research. Mondd ki. A fényvárosa. És Hollywood bölcsője. Ó, és akkor meséljétek el, hogy miért, mert hogy azért ez jól hangzik, Párizsról tudjuk fényvárosra meg, hát ezért, de hát azért Mátészalka, Hollywood kicsit messze van, hol találkoznak ezek a dolgok? Hát azért, mert a mai Magyarországon először 1888-ban Párizsal egy időben, New York után 2 évvel, és a fővárost 5 évvel megelőzve Mátészalkán gyulladt az elektromos közvilág. Tehát Magyarország első villamosított lakóháza is Mátészalkán, ahol most múzeum van és kiállítóhely is, abban a Tony Curtis kávéház is, amiről majd később beszélek. Aha, köszönjük. Én is csak most tudtam meg egy kis researchből, de nagyon-nagyon érdekes. És a hollywoodi kapcsolat, a Hollywood bölcsője az honnan jön? Folytassam. Hollywood bölcsője 1873. Zemplén megyei Ricsény születik egy aranyos édes kisfiú, akit úgy hívnak, hogy Cukor Adolf, ezért volt édes, korán árvaságra jut és Mátészalkára kerül, ott nevelkedik a zsidó iskolába, aztán ott tölti a napjait, napokat eszik, amikor sorkosztos minden zsidó családnál, majd 16 éves korában felszáll a reményt hozó hajóra, kivándorol Amerikába, ott megismeri a mozinak az ősét, ezeket a vetítő bódékat, remek éreslátású fiú, ebből egy hálózatot hoz létre, meggazdagszik, majd ráköszönt a filmipar. És megint az éres látásával meglátja, hogy ebben óriási lehetőség van. New Yorkból áthelyeződik a filmvilág székhelye Kaliforniába, és hiszen ott a klíma minden egyéb jó, míg New Yorkban azért nagyon-nagyon szűrösek voltak, tehát mindig süt a nap, és hát Hollywoodban, Los Angeles külterületén kibérel egy pajtát tulajdonképpen, amiben megalapítja az első filmstúdióját. Ő szerződteti Amerika leghíresebb színészeit, és létrehozza a Famous Players társaságot, ami aztán később Paramount Pictures néven válik híressé. Wow. És hát Cukor Adolf 103 éves koráig, 1976-ban hal meg, 103 éves korában. 1949-ben Oscar-díjat kap az életművért, és hát örökös tiszteletbeli elnöke Hollywoodnak. 100. születésnapján óriási, csodálatos ünnepség sorozat van, és többször hazalátogat, nemrég készült el egy film az életéről a 25 dollár címmel, hiszen 25 dollárral a kabátjába bevarva így vándorol ki Amerikába. És ebből, és a 25 dollárból lesz egy fantasztikus film, Cézár, és hogy milyen mennyire emberi volt, hogy utána a szülő falujába minden fiatal házasulandónak küldött 25 dollár. Tehát ugye a 20. század elején 25 dollár óriási pénz, ilyen. Hogy ezzel kezdjék el az életet, hogy ő elkezdte ezt Los Angeles, illetve Hollywoodban. Tehát az első kör. Aztán a következő, ugye világháború, nem tudom, akartuk kérdezni, mert... Látjuk fölösre, Első világháború, spanyol látva szedi az áldozatait, mint most a vírus, ugye megindul a második kivándorlási hullám Amerikába, egy mátészalkai szegény szabó család is elpusztul, egy fiú maradt életben, a Schwarz Emanuel. Megindul a második kivándorlási hullám, a reményt hozó hajó kivándorol Amerikába, ott megismerkedik egy gyönyörű lányjal, az ismerettségből barátság, a barátságból szerelem, a szerelemből házasság, és a házasságból születik egy gyönyörű gyerek, akit úgy hívnak, hogy Schwarz Bernard. Rendkívül szimpla történet, aki aztán Tony Curtis néven válik híressé, készít mint egy 130 filmet, elnyű 5 feleséget, legendává válik, a nők bálványává válik, és hát ő mátészalkai gyökerekkel rendelkezik, és 2 alkalommal, 1985-ben és 88-ban Mátészalkára látogat, apja lábnyomait keresi
a Mátészalkai utcákon. Hát ezen felbuzdulva, hogy meglovagol ezt a két eseményt, ezt a technika történet, hogy a fényvárosa vagyunk, hogy nálunk gyulladt ki az elektromos világítás elsőként, és hát, hogy ilyen hírességeink vannak, hát erre épült némi öniróniával, hogy a fényvárosa és Hollywood bölcsője, aztán ezt komolyan vették, és egyre komolyabban kezdik venni, és még 2017-ben egy delegációval Los Angelesbe, a Hollywoodba jártunk, ahol mi pedig Tony Curtis lábnyomait kerestük, és hát meg is találtuk. És meg Zsuzsit. Meg az ő lábnyomai, kölcsönösen, mert hogy én egy csoporttal voltam éppen egy körutazáson San Diego-ban, kinyitottam este a Facebookot, és látom, hogy Laci ott éppen hasal a Tony Curtis csillagnál a Hollywood bulváron. Nézem a dátumot, hogy ez egy mostani felvétel, mert hogy akkor gyorsan írok neki, hogy mi holnap pont Los Angelesben leszünk, és hogy hát, ha össze tudunk futni. És írtam is, hogy holnap Los Angelesben lesztek. Sajnos már eljöttünk. Mondja, de kár milyen jó lett volna, hogy itt összefutunk Máté Szalkaiak Kaliforniában, és akkor írja, hogy San Diego-ban vagyok. És akkor így találkoztunk. És hát ti is ott voltatok, és ott futottunk össze egy pubban, az utcán, a Gázlánc. Igen, és akkor rengeteget mesélt, éppen mentetek az özvegyéhez. Így igaz, mert hát felkerestük Tony Curtis özvegyét, a Jill Curtis-t, aki a halál völgyében egy ilyen lómen helyet üzemeltet, ahol ilyen vágásra ítélt lovakat mentenek meg, és hát Tonynak is egyik ugye támogatta a fiatal feleségének a hobbiát, hiszen 43 évkor különbség volt köztük, és hát Tony mondta is, hogy az emberhez hozzátartozik, hogy mindig fiatal nő legyen körülötte, hát ő ezt élte is elég erősen, hát annak idején még Marilyn Monroe-val is ugye volt viszonya, még a Van, aki fornó szereti című film előtt, és hát meglátogattuk az özvegyet, és hát nagyon sok relikviát ajánlott fel a Tony Curtis Múzeum részére, amit meg bocsánat, is valósítottak. Bocsánat, hogy a szabadba vágom, csak egy percünk van már csak, hogy még a Máté Szalkára mondjatok még egy kézőt, hogy most mi, igen. Alig Curtis-el nem fogunk tudni találkozni, de mégis mi érdemes menni. Vele már nem, de... De ugye nemrég volt ott a lánya, a Jamie Lee Curtis, június elején Magyarországon forgatott, és ő pedig megint az apja lábnyomait, tehát mindig a lábnyomokkal van az apja lábnyomait, mi a Tony lábnyomait, úgyhogy ha akartok valamit, akkor a mi lábnyomainkat keresítek Máté Szalkán. Tehát nagyon nagy öröm volt számomra, hogy Jamie Lee Curtis egy magánlátogatás keretében ellátogatott, és megnézte az apjáról elnevezett kávéházat, illetve annak az emlékszobáját, és egy remekül, egy csodás kiállítás, és hát a látogatók is ezt bizonyítják, hogy nagyon tetszik, most nyílt meg. Na. Mert hogyha marad még 20 másodpercünk, akkor el kell, hogy mondjam, hogy itt van ugye Tóth Szilárd, aki a szatmári, így van, a szatmári gasztronómiára építi mindazt a csodát, amit csinál. És a szatmári gasztronómia az ott van nálunk, tehát ott van az eredet, ott van a gyökér, ezt meg kell kóstolni, ezt ide el kell jönni. Nagyon-nagyon különlegesek a szatmári ételek, én azt tudom mondani, szerintem ezt Szilárd. Már alig várom, hogy megkóstolhassuk őket, itt kacsingatok a Szilárd irányba. Ilyen szemtengely fedülés van, az egyik szememmel rátok nézek, a másikkal meg a kamerapultra. Én is csak azért nem forgatom a fejemet, nem merem. De ott van ez is, a környéke Máté Szalkának egyszerűen csodálatos. Tehát én azt gondolom, minden túlzás nélkül, hogy Magyarország egyik utolsó érintetlen szeglete. Jaj, de jó. Tehát őszi kirándulás desztinációnak tökéletes. Tökéletes. Na, tegyük hozzá a népi gasztronómia mekkája. Hát akkor egészítsük ki a fényváros, a Hollywood bölcsője, és a népi gasztronómia mekkája. Ne túlozzunk szerintem, mert így is vagyunk. A csúcs gasztronómia felé kirándulni. Igen, és el is búcsúzunk tőle. Köszönjük szépen. Köszönjük. Ilyen Máté Szalka. Let's go to Máté Szalka.